Az Arzó Székház adott otthont az évad harmadik partitúra koncertjének. A délelőtti műsorfolyamban a Zenész Színház sokszínűségével ismerkedhettek meg a fiatalok. A beavató hangversenyen az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Sándor Szabolcs a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem opera szakának zenei vezetője dirigálásával csendültek fel a dalok. A magyar irodalom, a kortárs zene és a barokk színház közötti összefüggésekről, a zeneszerzők indítatásairól, illetve a darabok kapcsolódási pontjairól ezúttal is Dobri Dániel, a szimfonikusok kortárs művészeti vezetője mesélt. Most már harmadik éve tartunk kortárs beavató koncerteket, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is, tehát a partitúra sorozatunkon belül is. Úgy gondoltuk, hogy idén az Emberi Hanggal és a Kortárs Zenész Színházzal szeretnénk foglalkozni ezen a koncerten, úgyhogy meg fogjuk mutatni a partitúra koncertjeinken most, hogy mi a különbség és a hasonlóság a kortárs opera és oratórium és mondjuk a barokk opera és oratórium között. Koncerten Kéringer László énekművész, a kortárs és a barokk zene elismert előadója hangszereket idézett meg, majd megismertette a hallgatósággal az énekbeszédet, és azt is bemutatta, hogy nincs nagy különbség egy kortárs musical, egy kamaraopera vagy egy barokk oratórium között. Arra próbál ez a cím utalni, hogy a hangban mennyi lehetőség van, akár úgy, hogy a hang terjedelmét tekintve, az éneklés sebességét tekintve, vagy a kifejezés sokrétűségét tekintve. Tehát ezért a határtalan hang. Tehát hogy szinte az ember természetesen énekel, akkor a lehetőségei az énekléskor is határtalanak. A koncerten az emberi hang határtalanságát Monteverdi Handel, Sári László, Balogh Máté, Bella Máté és Dobri Dániel kompozícióival, valamint Csokonai Vitéz Mihály, Vörös Marti Mihály és Nemes Nagy Ágnes verseivel demonstrálták zenész színházi jeleneteken keresztül.